Szevasztok! Itt vagyunk a Peke TV-vel a Stégen, és horgászni fogunk, de nem a szokványos módon, hanem ezzel itt. Így van, a Mágnes Horgászat Magyarországi Nagykövetségétől kaptunk egy nagyon erős horgászmágnest, és ezzel fogjuk végigdobálni a környező vizeknek azokat a helyeit, amelyek mondjuk kincseket rejthetnek. Lássunk is neki! Lássunk neki! Menjünk mágnesezni! A mágnes egyébként egy egészen nagy darab, körülbelül 400 kilót bír felemelni, és a kötél, amit kaptunk hozzá, szintén nagy teherbírású, és hát ahogy látom legalább 30 méter, tehát bőven több, mint amennyit el tudunk dobni. Na lássuk! Mi lett rajta? Így első dobásra. Hát egy kis iszap. Egy körforgó. Egyes meps. Egy egyes piros meps. Még a horog maradványai is itt vannak rajta. Vagy ez nem tudom, hogy micsoda, de úgy tűnik, mintha a horognak a szoknyája lenne. Ez nagyon régóta lehet benne a vízben, mert teljesen elrohadt a horog. Első dobásra! Ezt figyeljétek! Valahonnan onnan sikerült kifogni egy ilyen ágast. Kicsit megtisztítom. Egy állítható ágas, valószínűleg a állíthatósága az már úgy kicsit odaveszett itt a rozsdát elnézve. Egy topgyönyös kupa. Meg egy letört horog. Ez valószínűleg beakadt ez a horog, és úgy kitört most az akadóból, mert erősen korrod át, és egy topgyönyös kupak. És beleírva valami? De, valami jó szerencse. Bele van írva valami. Azt írja a kupak, hogy ma sziporkázol. Hát Hunor, akkor sziporkáz. Újabb fogás. A pécsi sörfőzdének a szalonsörnek a kupakját sikerült kifogni ezzel a mágnessel. Konzerves tetszik. Jaja, meg még egy Top Joy kupa. Top Joy pedig azt mondja, hogy egy hullám hosszon vagyunk. Sopron is kupa. Lehet, hogy az előbbi konzervtető ennek a teteje volt. Nyomatjuk már pár órája a mágnes pecát. Fogtunk is egy pár dolgot, viszont ahogy megérkeztünk, elég sok volt a szúnyog, és mutatjuk is, hogy mivel készültünk erre, amit csak ajánlani tudunk. Ez itt őrölt kávé, és körbe meggyújtottuk öngyújtóval. Fémedény hiányában egy ilyen kis hőálló tálkába tettük, meggyújtottuk, és itt szépen elfüstölög magában. Még egy konzervdoboz. Hányadik ez a mai nap? Második. Johannának sikerült kifognia azt a fogót, amit mi beleejtettünk. Pontosan hány éve volt? Hú, az első csukámat fogtam meg, és azzal bénáztam, hogy szedjem ki belőle a horgot, és akkor esett ki a kezemből. Tehát az szerintem már vagy 3 éve. Wow. Ennek, vagy 4. Az szép. Már látszik is, hogy össze se lehet csukni, és ez sokkal sötétebb kék volt. Tehát már így a víz, meg a, hát gondolom, fény annyira nem érte, de a víz kiszívta. Viszont megismerem, tényleg ez volt az. Gratulálok, szép volt, köszönöm. Szép fogás! Marcit már teljesen szinte kispakolta, hogy miket fogtunk.
és átmegyünk arra a hídra, ugye a kígyós hídra. Hát ott jó dolgokra számítunk, ugye gyakorlatilag bármi beesetett, autóalkatrészektől kezdve, régi érméken át, fogó vagy egyéb bármilyen horgászt tudsz. Viszont, még mielőtt átmegyünk, vessünk is egy pillantást arra, hogy a stégen milyen kincseket sikerült fognunk. Átértünk ehhez a híthoz. Ez még ugyanaz a csatorna, ugye ott van a stég, ott dobáltunk eddig, és most itt fogjuk átnézni. Nagy betontömböket láttunk itt az alján, szóval esélyes, hogy benn maradt egy pár csali, meg persze egyéb dolgokban is bízunk, na de lássuk is. Egy kevés vasreszelék. Várjál. Így. Wow. Hát igen. Ez mind vas? Hát ilyen elrozsdásodott a hídról, ami lepattog. Itt a, ez a betonrész is tele van vele, de úgy látszik, hogy a víz alatt is van bőven. Hú, amúgy itt szerintem odahúzza a mágnest valami, és utána elengedik. De mi, nem bírod húzni, vagy mi? De hát érzem, hogy odatapad, húzom, és elengedi a mágnes. Igen. Aha. Én szerintem az lehet, hogy mélyen van. Igen. Mert ha annyira hozzátapadna, akkor a föl tudnánk húzni. Hát majdnem 400 kilót bír a mágnes, vagy mennyit. Emeld föl, hát ha fölemel vele valamit. Na mi van rajta? Ilyen vasreszelék. Itt hagyjuk ezt a hidat, mert a vasreszeléken kívül nem nagyon sikerült más fogni. Szerintem ez egy esélyes hely lehet, legalábbis itt azért elég sokan szokták horgászni, főleg télen, ragadozó halra. Úgyhogy megpróbáljuk. Na jött valami? Oh. Egy konzervtető biztos. Meg egy nagy drilling drótelőkével. Wow. Na hát sikerült fognom egy konzervet és egy ilyen sátor leszúrót valószínűleg. Alakjából ítélve. Ilyet még nem fogtunk. Eddig ismeretlen találat. Valószínűleg egy ilyen csengős kapásjelző. Sikerült fogni egy újabb villantót, egy ilyen rikító, pirosas, narancssárgás, a másik felén pedig van egy ilyen hologramos matrica, és ez pedig, ha jól látom, akkor el van törve. Mondjuk itt lehetett a horog, akkor ezen az oldalán pedig letört az a kis fül, ahova be lehet akasztani a kapcsot. Átbiciklizünk most egy másik helyre, és hogyha valahol még lesznek izgalmas tárgyak a vízben, akkor még ott maradunk. No de egyelőre lássuk az itt fogott tárgyakat. Ennyi lett volna ez a videó, nagyon élveztük azt a mágnesezést, jó volt kipróbálni egy kis új dolgot a tergetés mellett. A sok szemétnek tűnő limlom mellett azért sikerült kifognunk pár érdekes dolgot, mint például az a fogó, illetve hát két műcsalit is sikerült
mágnesre csalni, és hát ezúttal is szeretnénk megköszönni a mágnes horgászatnak, hogy kaptuk tőlük ezt a mágnest. Nagyon királyak vagytok, nekik is van egy YouTube csatornájuk egyébként, amit a leírásba belinkelünk, illetve Facebookon, Instagramon is megtalálhatóak, valamint van egy honlapjuk is, ahol be tudjátok szerezni a saját mágneseteket. Szerintem egyszer mindenkinek érdemes kipróbálni, ugyanis nagyon királybuli. Na de, most megyünk tovább, és talán pergetünk is egy keveset. Na, sziasztok! Sziasztok! Szevasztok!